Ez a műsor nem jöhetett volna létre, ha nincs az A Híd Építő ZRT, a társadalmi szerepvállalás elkötelezettje. Üdvözlöm Önöket, Tamás Anita vagyok. A holokauszt alatt 6 millió zsidót öltek meg. A túlélők közül sokan a mai napig tartanak beszédeket. Emlékeznek és emlékeztetnek, hogy ilyen kegyetlenség soha többet ne fordulhasson elő. Valsányi Imre bácsi, holokauszt túlélő, 60 év hallgatás után úgy döntött, elmeséli mindazokat a borzalmakat, amiket Auschwitzban élt át. 2015 a holokauszt emlékéve. Kereken 70 évvel ezelőtt, 1945. január 27-én szabadította fel a Vörös Hadsereg az Auschwitz-Birkenau haláltáborokat. A nácik 6 millió zsidót öltek meg, a zsidóság több mint egyharmadát. És ebben nincs benne a fogyatékkal élők és más kisebbségekhez tartozók száma. Az emléknapra a világ minden tájáról érkeztek Auschwitzba, hogy beszédeket tartsanak, emlékezzenek és emlékeztessenek az ott történt borzalmakra. De nem csak túlélők és hozzátartozók jelentek meg, hanem a mostani generáció százai is. Gordon Gábor, az Életmenete Alapítvány kuratóriumának az elnöke, már évek óta szervez csoportos látogatást fiataloknak oktatási célból. A világ 54 országából ide, olyankor odaérkeznek fiatalok, idősek, melegek, romák, krisnások, zsidók és nem zsidók, és az a lényeg, hogy az auschwitzi tábortól Birkenauig átsétálunk, ami annak idején a halál menete volt, de most általunk így az élet menete lett. Olvasni, tanulni, vagy filmet nézni róla nem elég, hogy megértsük az ott átélt szenvedéseket. Történészek a mai napig próbálják keresni a miérteket, hogy hogyan engedhették, hogy ez megtörténjen. Miért nem vette észre senki? És hogyan lehetett rávenni embereket ilyen mészárlásra? Válaszok nincsenek. Az igazsághoz talán azok vannak a legközelebb, akik ott voltak, átélték és túlélték mindezt. Imre bácsi 60 évig nem beszélt senkinek arról, hogy hol volt és hogy mit élt át. Még a családja és felesége Erika se tudta évtizedekig, mik azok a borzalmak, amiket mélyen eltemetett magába. Egyáltalán nem mesélt, én a tény tudtam, vagy a kollégáktól ő is mondta, hogy amikor Auschwitzban voltam, de így egy mondat, semmi több. Tehát a tény tudtam, hogy a családja felét kiirtották. A bátya munkaszolgálatos volt, azt se tudják, hogy hol halt meg. Szóval ezeket tudtam, de semmi részletet, soha nem beszélt róla. Gordon Gábor javasolta Imre bácsinak, hogy kezdjen el róla beszélni, és tartson beszédeket, megemlékezéseket, mert meg fog könnyebbülni, és ilyen súlyos múltat nem lehet csak úgy eltemetni. Ezen kívül Imre bácsi is szeretett volna hangot adni a mai napig előforduló megkülönböztetéseknek. Így aztán 60 év hallgatás után Imre bácsi beszélni kezdett. Akkor érződött már 1940-ben az, hogy mi már akkor fogtam fel én már,
hogy én már nem olyan vagyok, mint más. Mert a iskolába más környezetből belekerültem, akkor kezdődött a zsidózás már. Imre bácsi 1930-ban született, egy 7 gyermekes zsidó családban. 10 éves volt, mikor a kezdeti megkülönböztetések egyre szigorúbbá váltak. 1944 áprilisában megjelent a kötelező sárga csillag viselése, és sárga csillagot kellett viselni, akkor meg volt határozva, hogy a villamoson hol lehetett utazni, hogy mikor lehetett kimenni az utcára. Elvették édesapja fűszerboltját, amiből eltartotta a családot. Be kellett szolgáltatni a biciklit, a rádiót, és amit csak kértek. Később már ékszereket, és a családi vagyont is elvehették. Aki nem engedelmeskedett, azt agyonlőtték. Felszólítjuk a tábor lakóit, hogy tudomásunkra jutott, miszerint értékeik közül rengeteg pénzt és ékszert hoztak magukkal, és azt itt rejtegetik. A barak lakói most még bántatlanul átadhatják a maguknál rejtegetett értékeiket. Figyelmeztetjük azonban, hogy az önkéntes átadás után kutatást hajtunk végre, és akinél vagy akiknek szálláskörletében bármi nemű értéket találunk, a családfőt azonnal kivégezzük. A zsidók teljes kiszolgáltatottsága csak a kezdet volt. Ezután következtek a deportálások, és a zsidók munkatáborokba való tömeges szállítása, amelyekről az embereknek fogalmuk sem volt, hogy ezek egyben gyakran megsemmisítő táborok is voltak. 1944. júniusában Budakalászra vittek, ott volt egy nagy téglagyár, és ott voltunk körülbelül egy hónapot, és július első napjaiban az egész családot vitt Auschwitzba. Auschwitz. 1940-ben nyílt meg a legnagyobb megsemmisítő tábor. Birkenauban, a melléktáborában fejlesztették ki a tömeges elgázosítás technikáját, ahol 4 gázkamra épült, és a hozzájuk tartozó óriási krematóriumok. Imre bácsit és családját is ide szállították, még 2-3 ezer emberrel együtt. Mindenkivel azt hitették el, hogy Németországba viszik őket dolgozni, és hogy a végén mindenki megkapja majd a bőröngyét. Amikor kiszálltak a vonatból, kutyás SS katonák várták őket. Akkor kezdődött a szelektálás. Férfiakat és nőket külön választották azzal, hogy fürdőbe visznek bennünket. Én az apámmal mentem, mert akkor én 14 éves voltam. Pontosabban még nem egészen 14, mert augusztusban születtem, és ez volt júliusban. És az anyámat, amikor szétválasztották a nőket, férfiakat, akkor láttam utoljára. Családokat szakítottak szét egy pillanat alatt. Búcsúra sem volt idő. Aki fiatal, idős vagy munkaképtelen, azt azonnal a gázkamrába vitték. De volt olyan is, akit orvosi kísérletekre szántak. Ha valaki a krematóriumból áradó fekete füst és bűz iránt érdeklődött, azt hazugsággal nyugtatták meg, miszerint az csak egy pékség, vagy hogy ne törődjön vele. Az emberek így zavartan és tudatlanul sétáltak a vesztükbe. Én az apámmal mentem, és el kellett vonulni egy német tiszt előtt, és az mutogatott jobbra-balra, attól függően, hogy hogy ítélte meg, hogy munkaképes-e vagy nem. És én mentem előre, mögöttem jött az apám, mire elmentünk ez a német előtt, és visszanéztem, már az apám nem volt sehol. Akkor láttam őt is utoljára. Akit munkaképesnek ítéltek, pucérra vetköztették, és elvitték lefürdetni, teljesen szőrteleníteni és fertőtleníteni őket.
majd az életben maradt emberek a barakban vártak a sorsukra. Álltam teljesen egyedül, azt se tudtam, hogy mi van, azt se tudtam, hogy mi lesz, azt se tudtam, hogy most mit kell csinálnom. Úgyhogy teljesen kába voltam, föl se fogtam egészen, hogy most mi történik, mert nem volt kitől kérdezni, és egy 14 éves gyerek az ilyen sok után tulajdonképpen lebénul. Imre bácsi szerint az emberek ott sokkot kaptak. Sokan csak sejtették, vagy csak jóval később tudták meg, hogy mi is zajlott Auschwitzban. Elvették tőlünk a gondolatainkat, elvették tőlünk az érzéseinket, mint egy gép csináltuk, amit mondanak, és egyre kevésbé bírtuk erővel, és egyre inkább nem érdekelt semmi, úgyhogy szinte észre föl nem foghatóan éltünk ebbe az időszakba. Imre bácsit nem sokkal később egy másik helyre szállították, ahol tovább folytatottak a megpróbáltatások. Ám még mielőtt kiderülne, hogy hova vitték, ismerjünk meg egy másik túlélőt. Zommer Katalin 1939-ben született. Zsidó vallású. 4 éves volt, amikor édesapja meghalt. Neki és édesanyjának viszont sikerült megmenekülnie, amit egy svéd diplomatának, egy bizonyos Raoul Wallenbergnek köszönhet. A II. Világháború alatt széles körű diplomáciai embermentés alakult ki. Létrehozták az úgynevezett védett zsidó státuszát, amit különböző menlevelek és védlevelek bizonyítottak. A zsidók üldözéséről értesült svéd és svájci diplomaták több ezer védlevél kibocsátásával próbáltak minél több zsidót megmenteni. Köztük Zommer Katalin családját is. Katalin csak arra emlékszik, hogy egy nap a védett házból nyilas suhancok terelték ki a családokat a Dunapartra, és az embereket elkezdték belelőni a Dunába. Wallenberg odajött, és hogy ő ott konkrét, én láttam őt, tehát emlékszem egy ilyen magas emberre, de hogy ő ott mit csinált, hogy sikerült neki ezt az egészet leállítani, hogy megfenyegette ezeket a suhancokat, vagy pénzt adott neki. Nem, fogalmam sincs. Raoul Wallenbergnek zsidók ezrei, köztük Katalin is az életét köszönheti. Imre bácsi viszont nem rendelkezett semmilyen védlevéllel. Auschwitzból tovább szállították Németországba, Mühldorfba. Itt nem volt se gázkamra, sem pedig krematórium. Csak kegyetlen munka napi 12 órában. Hitler ugyanis egy 400 méter hosszú, 30 méter mély, ív alakú betonbunkert tervezett repülőgépgyárnak. Az ekkor már csontsovány foglyok 50 kilós cementes zsákokat hordtak fel egy pallón. Az egyetlen éppen maradt ívhez a mai napig százak, diákok és csoportok látogatnak el megemlékezéseket tartani. Föl ott voltak azok a gimnazisták, akik a tanártól megtudták ezt, és kérték, hogy menjenek ki egyszer próbaképpen, és megpróbálnak ferde pallón 50 kilót cementet védni. És a legtöbb nem bírta, és az egyik egy elég magas fiú volt, és aztán ledobta a cementet, és azt mondta, ez nem létezik. Ez nem létezik. Hát ezek ennél is alig kaptak, azt mondta a tanár úr. Igen. Csak annyira benne volt az élni akarás, hogy tudta, hogyha ledobja a cementet, akkor agyonlövik. Együtt vagyunk. A táborban Imre bácsinak is akadt egy amolyan segítője, akinek volt. Talán az életét köszönheti. Ott ugyanis apró dolgokon és szerencsén múlt az életben maradás. Elég volt rossz helyen, rossz pillanatban lenni, vagy csak elgyengülni, és az már is a halálát okozhatta volna. Egy katona pedig valahogy mindig őt szemelte ki. Néha oda dúlott neki egy almát, és kapott is egyet, mert azért mindenütt voltak eszeszeg, és ha észreveszik, akkor őt is viszik gázkamrába.
De ez az egy ember volt, akinek valahogy megsajnálta őt, és lehet, hogy az életét köszönheti neki, mert hihetetlen sokat számított egy darab alma. 1945. május 1-én ismét bevagonírozták az embereket. Imre bácsi nem tudta, mi lesz az újabb állomás. Még a vagonban voltak, amikor jött az amerikai hadsereg, és felszabadította őket. Nem fogták fel, mi történik, csak az ezután következett hosszú testi és lelki rehabilitáció alatt kezdték feldolgozni a történteket. Csináltak nekünk egy ilyen szállodát és kórházat, ahogy ott próbáltak újból embert csinálni belőlünk, és hát körülbelül 2-3 hónap alatt sikerült valamennyire úgy rendbe hozni belőlünk, hogy úgy megint úgy néztünk ki, mint egy ember. Miután hazatért Magyarországra, befejezte az iskolát. 4 nővére maradt életben csupán, akik közül a legidősebb nevelte fel. Lediplomázott, villamosmérnök lett, majd megházasodott, családot alapított. Felesége a mai napig aggódik, ha a férje beszél a múltjáról, mert tudja, hogy felzaklatja. Ugyanakkor azt is tudja, hogy szüksége van rá, hogy kibeszélje magából mindazt, amit idáig elfojtott. Én sokszor ébredtem föl arra, hogy ő zokog. És valamit mötyörög, amit nem lehet megérteni. Csak oda mentem hozzá, ilyettel megráztam, és azt mondtam, mi van veled? Semmi rosszat álmodtam. És ezzel el volt intézve. És mikor itt volt a nővére, akkor hallottam ezeket a borzalmakat, amin ő átment. Hát én is átéltem. Imre bácsi nem csak hogy beszélni kezdett Auschwitzről, de el is határozta, hogy visszamegy megnézni a tábort. 2013-ban így elutazott a haláltábor helyszínére, ahol megemlékezést is tartott. És mikor megláttam azt a rámpát, akkor teljesen kibarultam, mert akkor jött elő mindaz, ami akkor történt, és ez valahogy fel is szabadított. És el tudtam mondani, és attól kezdve nehezen, de el tudom mondani azt, hogy mit éltem át. Zommer Katalin is elment Auschwitzba, aki szintén ma már az Életmenete Alapítvány önkéntese. Rám a legmegdöbbentőbben a bőröndök hatottak, az a millió bőrönd, amire mind rá volt írva a cím, mert ugye azt mondták nekik, hogy írják rá a címet, hogy majd a fürdő után megtalálják. És szóval az, hogy ott az emberek tényleg azt hitték, hogy életben maradhatnak. A világ igazai elismerés az egyik legmagasabb izraeli állami kitüntetés, amelyet azok kapnak, akik életük kockáztatásával mentettek zsidókat a holokauszt alatt. Ez idáig több mint 25 000 kitüntetést osztottak ki, ebből pedig 810-et magyaroknak. A világ igazai közé tartozik például Almási László, idősebb Antal József, Ferencfalvi Kálmán, Karádi Katalin, Ottlik Géza, Revicki Imre és még sokan mások. A zsidók megmentői közé sorolják még Raoul Wallenberget, és még számos olyan diplomatát, akik az életüket kockáztatták azért, hogy minél kevesebb áldozata legyen a holokausztnak. És vannak olyanok is, akiknek az egész életük arról szól, hogy bocsánatot kérjenek nagyapjuk tettéért. Rainer Höss 12 évesen tudta meg, hogy nagyapja Rudolf Höss nem más volt, mint az auschwitzi haláltábor parancsnoka. A világ egyik legnagyobb tömeggyilkosa. Azóta járja a világot ezzel a teherrel, és kér bocsánatot azért, amiért nem lehet. Gordon Gábor is felfigyelt Rainerre, és felkereste őt az alapítvány nevében. Az egész családjával megszakította a kapcsolatot emiatt, mert ő nem azokat az elveket vallja, mint a nagypapája. A testvéreivel, a nagymamájával, aki azóta öngyilkos lett egy pár évvel ezelőtt, és tulajdonképpen
Én azt gondolom, hogy úgy ment el innen Budapestől, hogy az alapítványunk jó barátja lett. Imre bácsi meghívta például a lakására. Péntek este elment hozzá vacsorázni a Reiner, és tényleg mondom, most így nagyon bután hangzik, de úgy váltak el, mint két jó barát. Imre bácsi elsősorban azért kezdett el beszédeket tartani, hogy a jövő generációja tisztában legyen a történtekkel, és tisztább képet kapjon a történelem órán tanultakon kívül. Mi gyerekek, mi éltünk, de átérezni abban az időben nem tudtuk. Mi most érezzük át. És hát ahogy azt mondják, hogy felejteni nem szabad, emlékezni kell és emlékeztetni. Imre bácsi szerint, ha egy előadásán 30-40 diákból csak 5-nek sikerül megérteni a holokausztot, már megérte beszélnie róla. Így ha nehezen is, de emlékezik és emlékeztet az elhunytakra, a túlélőkre és a megmentőkre. Muszáj volt, hogy találkozzak ezekkel a fiatalokkal, hogy elmondjam nekik, hogy mi mentünk keresztül, és hogy ilyet nem lehet még egyszer, hogy megtörténjék. A holokauszt során 6 millióan haltak meg. De lehet, még ennél is több áldozat lenne, ha nem lettek volna a világ igazai, és az a sok ezer civil vagy diplomata, aki zsidókat segített és bújtatott. Balogh Ferenc 2,5 évesen került be a gyermekotthonba, miután édesanyja rendszeresen bántalmazta. Egyik nevelőotthonból a másikba került. Később drogfüggő lett, és az utcára kényszerült. Egy nap annyira rosszul lett, hogy életveszélyes állapotban szállították a kórházba. Ferenc történetével a jövő héten ismerkedhetnek meg. Addig is kövessenek minket a Facebookon, korábbi adásainkat pedig megtekinthetik a hidemberek.hu oldalon. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra! Ez a műsor nem jöhetett volna létre, ha nincs az A Híd Építő Zrt., a társadalmi szerepvállalás elkötelezettje.